Szeretettel üdvözöllek, emlékezzünk most együtt Urunk Jézus halálára és feltámadására. Máté evangélista szavait idézem, feltámadt, amint megmondta. A főpapok a törvény alapján halálra méltónak találták Jézus Krisztust. Pilátus, a római helytartó ebben nem volt velük egy véleményen, de mégis teljesítette követelésüket. Fennhangon a bűnösök közé sorolták Jézust, ő azonban csendben maradt. Amikor leköpték, nem fenyegetőzött. Amikor megkorbácsolták, alázatosan elviselte. Keresztre feszítették erőtelenségből, noha minden hatalom neki adatott menjen és földön. Megölték őt, kezét és lábát átlyukasztották, szívébe dárdát döftek, ahonnan víz és vér jött ki. Miért volt Jézus erőtelen ekkor? Mit értsünk az ő erőtelenségén? Nem rendelt maga mellé sereget, hogy megvédje, és nem tért le a szenvedés útjáról. Hát miért? A megváltást az ige szerint, a proféciák alapján akarta véghez vinni. Máté evangélista egészen közel visz minket a feltámadás eseményéhez, a mennyei erők közbelépését földrengés jelzi, angyal hengerítette el a követ a sziklába vájt sír bejáratáról, és az angyal megjelenésével tehetetlenné váltak a sír őrizői. Az Úr feltámadott. Ez egy megmagyarázhatatlan titok. Angyal közli az asszonyokkal a nagy örömhírt, mely Jézus ígéretének a beteljesülésére utal. Krisztus halálával és feltámadásával minden a javukra történt. A megváltás végbe ment a Golgotán, a menny kapuja kinyílt előttünk. Krisztus feltámadás után értjük meg, hogy Isten irántunk való szeretetből adta halálra fiát. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az asszonyok hite, amit a Szentlélek gerjesztett bennük, nem volt passzív, tétlen, szemlélődő hit. Ők elindultak, hogy megosszák másokkal is a nagy örömhírt. Krisztus feltámadott. Hit és engedelmesség nélkül nem találkozhatunk a feltámadott Krisztussal. Legfeljebb vallásos élményünk lehet húsvétról, ami nem ad erőt arra, hogy szentül éljünk és szolgáljunk. A feltámadás megtörtént, de az ellenségnek ez semmit nem jelentett, ez a hír. Krisztus feltámadott, ettől a ténytől függ új életünk és feltámadásunk is. Te hiszed-e, hogy Krisztus feltámadott? Hiszed-e, hogy te is fel fogsz támadni az utolsó napon? Nem elég csak csodálnunk Krisztus feltámadásának tényét, nekünk is fel kell támadnunk most új életre. Ébredj fel, aki alszol! Támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Áldott húsvéti ünnepeket kívánok neked!